A nők szerepe a politikában, ez a címe a mai egyébkéntnek, illetve a nők lehetőségei a mai magyar politikában, vagy lehetetlenségei. Itt van a következő vendégünk, akiről én nem tudom, hogy ő a Vadai Ágnes, vagy a Lendvai Ildikó-e. Halló, kezi csókolom. Jó napot kívánok! Ha Lendvai Ildikó. Szervusz Ildikó. Mert a Vadai Ágnest is hívtuk, és szeretnénk, hogyha őt is felhívná a telefonos kollégám, majd intézkedik, mert hogy itt akkor... Talán arra keressük itt a választ, hogy mi az, amit a nők jobban tudhatnak, mint a férfiak, és itt ezen, én itt az előbb ezt próbáltam meg firtatni Szabó Rebekával is, meg Lévai Katalinnal is, de olyan nagy konkrétumokat nem találtunk, mondjuk a kompromisszum készség az előjött, hogy talán kompromisszum készebbek, készségesebbek, mint a férfiak. Egyáltalán nem mernék általánosítani. Nők között is vannak héják és galambok, de egy biztos, hogyha a parlamentben nagyobb volna a nők képviselete, akkor legalább ez a rettenetes sok testoszteron nem habzana ki a parlament épületének ablakán. Az a bizonyos férfi hormon, ami ugye a kapacitásra... Az miben nyilvánul meg egy olyan számára, aki nincs ott és nem érzi az illatát? Valószínűleg, ha rákapcsol a tévébe, akkor a látványt is látja. Meg a hangot hallani, Ildikó. Igen, le akarlak győzni. Nem meggyőzni akarlak, le akarlak győzni. Musklit akarok mutogatni. Én nem ezt érzem. Ha nem? Azt érzem, én durvábbat érzek, hogy el akarlak tiporni, és meg akarlak semmisíteni. Soha ne is legyél, és ne is legyenek a gyerekeid se, meg az unokáid se. De ez nem csak a nők ugyan ellen irányul, beszélünk. És igen. Ez nem csak a nők ellen irányul. Nem, sőt, nem is első, ez nemektől függetlenül válogatás. Itt van Vadai Ágnes, aki tanulja is volt, vagy a saját, őt is érte olyan inzultus, ami vérlázító, felháborító, és köszöntöm a műsorban, kedi csókolom. Jó napot kívánok, sziasztok. Szia, Ágni. Szevasz. Nem tudom, hogy figyelte azt, hogy miről volt szó eddig, vagy van szó eddig. Itt azt kutatjuk, hogy miért lenne jó például, hogy a mai parlamentben legalább az 50%-a a képviselőknek nő legyen. Bevallom őszintén, hogy nem figyeltem, mert elmerültem a nemzetbiztonsági törvény módosításába, itt a C-típusú változtatásában. Hogy miért lenne jobb, hogyha több nő lenne? Normálisabb hang nem lenne, és mi azért nem szoktunk beszólni a férfi társainknak a parlamentbe, és próbáljuk ilyen nagyon civilizáltan a vitáinkat lefolytatni, észérvekkel, és legkevésbé mondjuk olyan beszólásokkal, amit én is kaptam, mert hát kapunk ott sokan a parlamentben. Felemlítené, vagy elmondaná, hogy mi volt az a bizonyos furcsa helyzet, amikor önt bántalmazták legalábbis szavakkal? Hát éppen egy nemzetbiztonsággal kapcsolatos, a szupertitkos szolgálattal kapcsolatos törvényt vitattunk meg, és a fideszes képviselő urak, egy férfia, mert valószínűleg nagyon unták, mert nem olyan értettek a témához, és az egyik képviselőtársam, és ez utóbb derült ki, mert én nagyon koncentráltam így a felszólásomra, azt kiabálta be, hogy vetkőzelgi, hol a bébidol. Így hajnal kettő tájékán, mert hát nyilvánvalóan ő ezt, hogy mondjam, tehát egyrészt nyilván nem értett a dologhoz, tehát nagyon unhatta, másrészt valószínűleg meg a fideszesek berendelték őket, hogy azért mégiscsak üldögéljenek. Aztán utána másnap odajött, és így mondta, hogy hát ő úgy emlékszik, hogy valami olyat kiabált, és hát így elnézést kér, és hát ettől még azt gondolom, hogy ő is beiratkozott a Tahó frakcióba a magyar parlamentben, ami egyre népesebb. Ági, ilyenkor nem kell nekik fizetniük? Szóval amikor a Szanyi Tibor beintett a jobbikosoknak, akik zsidóztak és anyáztak és cigányoztak, és akkor elég súlyos büntetést kellett fizetnie. Hogyha valaki szexista megjegyzést tesz, ráadásul egy ilyen ormótlan szexista megjegyzés, akkor, vagy otromba megjegyzés, nem kell fizetnie? Ez úgy van, hogy a házat éppen vezető elnöknek vagy alelnöknek egyébként is figyelmeztetik el először a képviselőt. Ha nagyon olyan kirúg, akkor nyilván büntet. Egyébként megtörtént legutóbb a parlamentben, amikor a rezsicsökkentésről volt szó, és az egyik szélsőjobboldali képviselő egészen a nyalásig bírt eljutni ebbe a témába, akkor a fönnülő fideszes házat irányít, éppen alelnök már úgy érezte, hogy azért ez sok, főleg, hogy azért én szóltam neki. Hogy hogy Jakab István volt akkor? Ebből az következik számomra. Nem, Lezsák Sándor. Ja, akkor Lezsák volt az alelnök éppen. Hát bevallom, hogy én szóltam az elnöknek, nem voltunk sokan benne a parlament, és mondtam neki, hogy elnök úr, hát azért ez már mégiscsak felháborító, és akkor figyelmeztette a képviselő urat, hogy fejezze be ezt a fajta magatartás, de nagyon sokszor olyan beszólások vannak, és
mert ott az LMP-sek környékén ülnek a fideszesek, hát a nepofász kisanyám ez egy ilyen, hogy mondjam, normál szóhasználattá váltott, és volt olyan képviselő férfi, aki itt hozzá az LMP-s lányoknak, szóval egyszerűen elképesztő ez a fajta hangnem, ami eluralkodott, és megmondom, mi százszor elmondhatjuk, hogy ez helytelen. És akár a fideszes hölgyek is százszor elmondhatják. Addig, amíg egyébként... Miért elmondják a fideszes hölgyek is? Hát nyilvánvalóan azért nekik sem tetszik ez ilyen fajta. De elmondják, tanúja volt ilyennek, amikor ezt hallotta, hogy panaszkodott egy fideszes hölgy, mikor se elmetszi Gabriella Orbán Viktornak? Volt egyszer egy összeállítás, és akkor igen, azért mondták a fideszes hölgyek is, hogy azért szoktak lenni ilyen beszólások. Bizonyos határig mentek csak el, szóval azért túlságosan keményen nem támadták őket, de egy bizonyos határig úgy elmondták. Hadd kérdezze meg Lendvai Ildikót, aki itt van vonalban, és kicsit belefolytattuk a szót, hogy ő ehhez mit szól. Nézze, az a helyzet, hogy... Mert ott van 1990 óta, ugye a parlamentben? Nem, 94 óta. Akkor 94, majdnem, az is majdnem 20 év. Majdnem stimmel a dolog. Az igazság az, hogy ezekben a szexista beszólásokban nem az a legfelháborítóbb, hogy képviselőnőket támadnak, mert mi még meg tudjuk védeni magunkat, kétség kívül nem kiabálom vissza, hogy szeretném Varga képviselő urat atlétatrikóban vagy pizsamában látni, mert ez... Nincs is így, meg nem is jutna eszembe, de az igazi baj tehát nem az az inzultus, ami minket ér, hanem hogy ez jelképez valamit. Hogy úgy gondolják, szabad az erősebbnek leszólni azt, akit ő gyengébbnek vél, legyen ez nő, legyen ez szegény, legyen ez hajléktalan, legyen ez fogyatékos, hogy folytassam a sort. Tehát ami igazán bántó ebben, az, hogy úgy érzik, hogyha éppen hatalomban, erőben, birtokon belül vannak, akkor minden szabad. Mi kivédjük, mert azért a képviselőnő mégse a társadalom páriája, ha a parlamentben van is egy ilyen sajátos helyzet ő körülötte, de mit csinál az, aki nem védi ki, aki nálunk sokkal rosszabb érdekérvényesét. Igen, szóval az egész női társadalmat sértik meg ezzel, szóval nagyon egyetértek azzal, amit Ildikó mondasz, mert az egész női társadalmat és a gyengébbnek vélt társadalmat sértik igen, meg ezzel. Igen. Ezt akartam mondani az egész társadalmat, mert az, hogy ilyen, lehet, hogy van ilyen női társadalom, meg férfi társadalom, de hát pont ez ellen szól ez a műsor is, hogy egy társadalmat ugye egészbe kellene nézni, pontosan. És jó lenne, hogyha a döntéshozók is reprezentálnák a társadalom egészét, meg azok, akik ezeket a döntéseket végrehajtják, meg egyáltalán ezek a dolgok nem csúsznának ennyire félre, úgyhogy Varga István nem mondhatná azt, hogy szüljenek 4-5 gyereket, aztán kuss. Igen, de ezután, bocsáss meg, Ildikó, szóval sokszor nem is lehet, ahogy mondjam, nem is lehet csodálkozni. Kormányzati politika eleve ilyennek gondol bennünket. Azt gondolja, hogy nekünk az egyetlen hasznos helye, ahol tudunk lenni a szülőszoba, esetleg még a konyha. Ezt a fajta, és ezt is ilyen nagyon derogálóan tudják mondani, ahogy mondjuk Varga képviselő úr elbírt azt a rendkívül ostoba mondatát, felszólalását mondani a parlamentben. De várjunk, csak ez nem a Varga képviselő, az a baj, nem az ő nem, mondata az volt. Érzem, hogy az volt a legfelháborítóbb az egészben, hogy ezek után egyébként a Fidesz frakciója nem mondta azt, hogy na akkor képviselő, pont ennyi volt az ön képviselősége, és fáradjunk ki a magyar parlamentben. Igen, azért nem mondtam, akik őt beküldték és beszavazták abba a parlamentbe, azok ugyanúgy gondolkodnak, ahogy ez a Varga úr. Erről van. Egyáltalán nem gondolom egyébként azt, hogy a Fidesz szavazói egy az egyben úgy gondolkodnának, ahogy ezek az emberek. Nem a szavazói, nem a szavazói. Politikusai azok biztosan. A politikusok sőt azt sem gondolom egyébként, hogy a teljes Fidesz frakció ennyire ostoba lenne. Nyilván vannak közöttük is, akik így viselkednek, de azért nekik is vannak feleségeik, lánytestvéreik, gyerekeik, akik azt gondolom, hogy egészen máshogyan gondolkodnak a világról és a nők szerepéről a 21. században. Te Ági, lehet, akkor, hogy a Fidesz... Mondjad, csak azt akartam, hogy lehet, akkor, hogy a Fidesz... Gondolom, ez az egész helyzet megváltozni, hogyha nem mindig mi beszélünk az ilyen műsorokban, hanem mondjuk beinvitálnak ide például a Fidesz frakcióból, vagy más frakciókból férfiakat, és őket szembesítik ezekkel a mondatokkal, hogy tényleg komolyan azt gondolják, hogy az a 21. században egy nőnek az egyetlen és kizárólagos feladata, és ott hiányzik egyedül, hogy szüljön. Szerettem volna ennek a feltételnek, vagy kérésnek eleget tenni, de logisztikai problémák miatt nem voltam képes ezt megoldani. Ezt csak azért mondom, mert itt szerintem százszor is elmondhatjuk, és beszélhetünk, és
És mi nők mondhatjuk, és nagyon sok nő van, aki egyébként azt gondolja, hogy felháborít és elfogadhatatlan ez a viselkedés. Hozzáteszem, nagyon sok férfi is ezt gondolja. De amikor a fideszes képviselő urakat szembesítik ezekkel, és nap mint nap szembesítik őket a televíziókban, a rádiókban, a civil szervezetek, vagy éppen az utcán, hogy képviselő úr, hát mégis mit gondolnak, akkor talán el fognak gondolkodni. Csak az a baj, hogy nincs erről, szembesítés, nincs igazán szembesítés. De várjunk, most van szembesítés. Hadd mondjam ezt végig. Tehát én attól félek, hogy olyan szinten szűnt meg az utóbbi években ennek a témának a közéletben való megjelenítése, hogy már lassan tényleg elfelejtjük, hogy egyáltalán fontos lehet. Tehát amikor gazdasági katasztrófa van, hóhelyzet van, ezerféle jogsérelem éri az embereket, akkor hajlamosak arra, hogy azt mondják, hogy na de az nem is olyan fontos, hogy mi történik a nőkkel, és mi történik a gyengébbekkel, mert most annál sokkal fontosabb dolgaink vannak, és ezért teljesen üresedik ez a, tehát megszűnik a közbeszédben, hogy egyáltalán felvessük ezeket a kérdéseket, mert már az is úgy tűnik, hogy minek? Fölösleges, nincs értelme. Egy pillanat, most vannak kötelezettségeink, egy pár, egy percnyi talán, és utána majd erre rákérdezek erre a szembesítésre, mert hogy itt ül velünk például Lendva Ildikó is, meg Vadai Ágnes is, meg Lévai Katalin is, akik valamikor a Szocialista Párttal eléggé olyan szoros kapcsolatban voltak, és amikor a szocialisták 2002 és 2010 között voltak hatalmon, akkor se volt sokkal több nő, mint amennyi most van. Egyébként. Itt van az egyébként női magazinja, vagy nem tudom, feminista különkiadása? Mondhatná ezt így is, aki utál minket. Itt van velünk Lendvai Ildikó, Vadai Ágnes és Lévai Katalin a stúdióban, és én azt mondtam az előbb, hogy hát én arra lennék kíváncsi, hogy vajon mire mennének a nők itt ebben az országgyűlésben, és azt kérdeztem, mielőtt itt ez az apróság közben jött volna, hogy hát a szocialisták is megérik a pénzüket e tekintetben, mert hogy 2002 és 2010 között sem volt sokkal több nő a parlamentben. Hát még ha minket is bele kell érteni a sidásba, akkor is egyetértek azzal, hogy valóban a pártok házatáján kell keresni a felelősséget. Nem arról van már szó régen, hogy a magyar közvélemény az valami csökötten előítéletes úgy általában. Amikor a kvóta vita éppen folyt 2007 táján volt egy ilyen törvényi kezdeményezés a parlamentben, hogy ne csak az MSZP-ben legyen kvóta, hanem legyen ez minden pártnál kötelező, akkor volt közvéleménykutatás, és kiderült, hogy férfiaknak és nőknek egyaránt többsége, 50%-nál felüli aránya, egyébként elfogadná a mások körében vitatott kvótát, vagy hogy mást mondjak. Miközben a parlamentben, hát tényleg fehér hollóként üldögélünk ott, a falvak, kistelepülések közvetlenül választott polgármesterei között közel 30% a nő. Pedig az ember azt gondolna, hogy ha valahol van előítélet, akkor egy kis faluban. De bocsánat, megildik oda, ez éppen azt igazolja, hogy a magas szintekre nem jutnak fel a nők. Tehát mindig az alacsony szinteken magasabb a nőknek az aránya. Pontosan egy férfi piramis, mert a piramis tetején már csak nagyon kicsi hely van, aztán nagyon kicsi helyet a férfiak foglalják el, és minél kevésbé fontos a pozíció, annál több nő kerülhet oda. Hát ez így van. Ez így van, na most, hogy mégse az MSZP-től így általában a semmibe vagy minden pártra rúgjam tovább a labdát. Azt kell mondanom, hogy ebből a szempontból az MSZP kicsit jobb volt, általában az ő frakcióiban több nő volt, de nem jelentős mértékben. És hogy ennek mi az oka, azt elég jól megláthatjuk, ha csak egy perc erejéig szétnézünk a körülöttünk lévő szintén rendszerváltó, úgymond posztkommunista országokba. Mindenütt úgy indultak 90-ben, nem volt 10%-nál magasabb a parlamentekben a nők aránya, és talán ellenhatás volt korábban egy ilyen nagyon mesterséges női reprezentációra. Igen, ám de mi történt? Az összes környező országban azóta megduplázódott, megtriplázódott a nők aránya az összes rendszerváltó országban. Nem mindegyikben. Hát a legtöbben. Tehát Romániában és Szlovéniában nem. De bizony.
bizony, Románia elindult 3,5%. Ja jó, most 8,6%-on állnak. Igen, ami elég pocsék, de a saját szintjéhez képest ő is duplázódott. Mi meg úgy maradtunk változatlanul a 10%. Vagy lehet, hogy visszaestünk, 9,1. Még egy picikét vissza is estünk. Az egyik ok itt látszik tehát, és ez valamennyi pártra vonatkozik, hogy a magyar politikai elit befagyott. Ezt sokszor szoktuk más vonatkozásban is fölróni ez a magyar... jelent? Hát hogy nem lehet se betörni, se kiesni onnan? Igen, pontosan. És mivel a nőknek a 10%-os 90-es induláshoz képest betörni kellett volna, egy olyan rendszerben, ami megmerevedett, mondom ezt akár ennek a rendszernek nőként is részeként, tehát egy ilyen merevedett rendszerbe mindenkit, aki versenytárs lenne, pláne ha nő, azt kiszorítanak. Ez az egyik ok, hogy a pártok, pontosabban a pártokban dolgozó politikusok őrizték mindenképpen a saját helyüket, és ilyen szempontból nagyon aggódva nézem a 2014-es választásokat, ahol ugye és nem feltétlenül rossz amúgy, egy kisebb létszámú parlament lesz. Gondoljuk végig, ahol két választókörzet volt, abból most egy lesz. Elindul a verseny akár a régi jelöltek között. Hát tuti, hogy a nő fog. Az lesz a kérdés, hogy ki lesz a nő a parlamentben majd. Igen. Lévai Katalin itt nevetett valamin nagyon. Mi volt ez? Hogy nem csak nem csak a politikai elit fagyott be, hanem az egész magyar társadalom befagyott. Ezt most nagyon komoly bajnak tartom, mert én azzal vitatkoznék egy kicsit, noha egyetértek azzal, amit az Ildikó mond, de azzal egy kicsit vitatkoznék, hogy ez nem egy nagyon előítéletes társadalom. A miénk egy a nők és férfiak esélyegyenlőségét illetően, és a társadalmi nemek kérdését illetően egy borzasztóan mélyen előítéletes társadalom, egy igazi patriarchális társadalom, nem akar változtatni. Na erre szeretném, hogyha Vadai Ágnes is reagálna. Igen, hát ezért küzdünk, hogy legyen változás egyébként. De egyetértél vagy Katalinna, hogy ez nagyon begyepesedett, vagy én máshogy fogalmazó, kicsit csúnyábban, és egy ilyen nagyon betokosodott társadalom, ahol iszonyú nehéz kitörni ezekből a szokásokból, hogy a nőnek a konyhában a helye, aztán kus legyen, meg egyébként is örüljön, hogyha bejut a parlamentbe, és ha megszólal, akkor beszólnak neki ilyeneket, mint amilyet önnek például. Nem csak ez, hanem ha valaki képviselő, akkor nőként képviselő, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy akkor ilyen hagyományos területekkel kell foglalkozni, amit a férfi társadalom, vagy általában társadalom azt gondol, hogy akkor ez a nőies. Tehát nekem mondjuk, aki az egyenruhás világgal foglalkozik, az elmúlt 10 évben mióta képviselő vagyok, hát meglehetősen sokat kellett azért küzdeni, hogy ne azt mondják, hogy jé, mit akar itt az itt magas sarkúba. Nem mondták ezt? Most nem csak a parlamentben, hogy itt a baby dollos dologra célozzak, hanem amikor államtitkár volt. Nyilván, aztán amikor kiderült, hogy én magas nyilván, vagy úgy gondolja, vagy ne, hogy hallott ilyet konkrétan? Persze, hát nyilván a hátam mögött mondták, tehát nem szemtől szemben, mert ahhoz azért fegyelmezettebb ez a világ. De amikor a Hősök terén magas sarkúban ugyanúgy tudtam szemlézni, mint bármelyik férfi lapos sarkúban, akkor elkezdett megváltozni erről a vélemény. De hogy tény és való, hogy sokkal erőteljesebben kellett bizonyítani, hogy értek ehhez a területhez, mint mondjuk férfitársam, bármelyik férfitársam, ez így van. Iszonyú küzdelem volt. Azért kell most nekünk ennyire küzdeni, és nyilván akik bennülünk a parlamentben, vagy éppen polgármesterként csinálják ezt, hogy a következő generációnak ez már ne legyen ekkora küzdelem. Hadd kérdezze meg önöket, hogy van-e korreláció a között, hogy egy Európai Uniós ország milyen szintre ért el, illetve milyen sikerei vannak most nem abszolút értelemben, hanem relatíve a többihez képest annak, hogy hány nő vesz részt a politikában, mert hogy itt mintha korreláció lenne e között. Tehát a svédek vezetik a listát 45%-kal, a második helyen 42,5%-os női képviselettel Finnország áll, finn csodáról beszélnek napjainkban. Harmadik helyen Dánia áll, stb. 38%-kal. Gábor, egy picit leragadsz a számoknál, én azt hiszem, szóval tényleg nagyon fontos. Hát nagyon sok mindenben, a történelmi hagyományokban, abban, hogy eleve van egy demokratikus gondolkodás, vagy van egy szükségszerűség. Például a svédeknél azért alakult így, mert már a 20. század fordulóján a gazdálkodásban egyaránt részt kellett vennie a nőknek és a férfiaknak. Tehát kicsi paraszti gazdálkodások voltak, az
időjárási viszonyok is olyanok voltak, hogy nem tették volna lehetővé azt, hogy csak a férfi gazdálkodjon, a nők is kénytelenek voltak részt venni, tehát ugyanolyan munkaerőként ismerték el a nőket már nagyon korán, a 20. század elején Svédországban és az északi országokban, mint a férfit. Ebből következik igen, de az, hogy az egyenlőség... Igen, hogy ez van-e korreláció? Ezt mondom, Gábor, hogy van korreláció, csak van egy más, lehetnek más okok is, tehát a svéd és az északi társadalmakban azért olyan mély az egyenlőség gondolata, és azért olyan elfogadott az egyenlőség gondolata, a társadalmi egyenlőség gondolata, mert ennek ilyen gazdasági és történelmi okai vannak. Lendva Ildikó, mit szól hozzá? Bocsánat, amikor megnézzük Spanyolországot, akkor azt gondolom, hogy az előző ciklusban, amikor szociáldemokrata miniszterelnök volt, akkor ő világossá tette, hogy nem az olyan kérdés, hogyha van egy tehetséges nő, akkor ezt ki fogja nevezni honvédelmi miniszternek. És így is lett. És a hölgy, aki terhes volt, terhesen felszállt a repülőgépre, és első hivatalos útja Afganisztánba vezetett az ott szolgáló spanyol katonákhoz. Szóval én azt gondolom, hogy kell ehhez politikai akarat is. Ha megvan a politikai akarat, akkor ez tud működni. Azt mondanám, hogy van korreláció, de nem feltétlenül azért, mert a nők jobban igazgatják az országot, és azért ez akkor most jobban fog fejlődni, hanem azért, mert azok az országok fejlődnek jobban, ahol történelmi, társadalmi sokféle okból demokratikus, nyitott, empatikus, egymást megbecsülő légkör van, és annak egy tünete akkor, hogy nők is vannak ott. Ebben megjegyzem, hogy nálunk még nem ilyen, de ilyen lehetne. Megvan nekünk, politikus nőknek is a saját felelősségünk. Kati már utalt arra, hogyha egy politikus nő bekerülve a parlamentbe, vagy valahova férfiként viselkedik, akkor éppen nem azt sugallja, hogy nőknek, férfiaknak, női és férfi szerepnek egyformán van helye a politikában. Nálunk bizony pedig, hát én mindig három típusra szoktam osztani a politikus nőket, az egyik az Amazon, amit a Kati mondott, férfibb a férfinál, még a mellét is levágatnám, mint az egykori amazonok, hogy jobban harcoljon. De nem jobb mintát nyújt a másik két típus sem. Az egyik az úgymond politikai segédmunkás, aki meghúzódik a háttérben, elfogadja, hogy ő csak besegít az okos férfi képviselőknek, felolvassa, amit írnak neki, stb. És végképp nem jó az én harmadik típusom, az úgynevezett kisaranyos, aki úgy gondolja, hogy ő biodíszletként van ott, és elég, ha rezegteti a szempilláit. Vagyis picit mi is hibásak vagyunk abban, hogyha nem alakul ki egy természetes kép arról, hogy a nőknek milyen helye és szerepe van a politikában. Hát hibásak vagyunk, igen, de borzasztóan nehéz, ezt is mondtam, hogy azért olyan borzasztóan nehéz, mert a férfi norma olyan erővel érvényesül, hogy valahogy mindenki, aki bekerül a politikába nőként, úgy érzi, hogy ha nem alkalmazkodik ehhez a férfi normához, akkor neki borzasztóan nehéz lesz, és nehéz is. Hát amit az Ági is említett az előbb, hogy azért ő egy olyan területen dolgozik, amit nem fogadnak el női területnek, és ezért neki kétszer annyit kell bizonyítania. És meg is teszi, és nagyon sokan meg is tesszük, hogy kétszer olyan erővel bizonyítunk, és ez mindenképpen egy plusz terhet ró arra a nőre, aki megpróbál szakemberként erőteljesen, asszertíven, ugye nem agresszíven, hanem asszertíven politikusként föllépni. Hát és ebben nem kapunk semmi segítséget. Ehhez nem kapunk segítséget. Viszont teher alatt nő a pálma, és igen, erre szoktak mondani, ha egy nő csak egyforma akar lenni a férfiakkal, akkor nagyon kis igényű. Kizárt, hogy egyforma szeretnénk lenni. Mindenki szerintem azt a fajta karaktert vigye a politikába, amilyen karaktert ő így szeretne. Van. Tehát senki tőlem ne akarja elvitatni, hogy én ezzel a területtel, amiről beszéltem, akarok foglalkozni, szeretnék foglalkozni. Ha jó vagyok, akkor képes vagyok rá. Ha nem vagyok jó, akkor úgysem. De ez az élet minden területén így működik. Azt gondolom, hogy ebben egyébként a legnagyobb segítséget nyilván a saját frakcióink tudnak adni, és aztán, hogyha ebből ki tudunk törni, és példát tudunk mutatni másoknak, akkor mondtam, ahogy mondtam, a következő politikusi generációnak talán már egy kicsit egyszerűbb, és egyértelműbb lesz, hogy azt a területet választják, amit akarnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velem, Vada Jágnesnek és Lendva Ildikónak is. Köszönöm, akik velünk voltak telefonon, és Lévai Katalinnak is, aki itt ült a stúdióba, és voltak éppen az ő egyetemi előadása indította el ezt a mai műsort, hogy a nők szerepe a politikában, és hogy a nők hogyan tudnak esetleg
hathatósabb munkát végezni az országgyűlésben és egyáltalán a politikai életben, és hogy ez milyen hatással lehet egy országra. Mit mutat az, hogy sok női képviselő van egy parlamentben, vagy nagyon kevés. Tehát ez volt az egyébként március 29-én. Köszönöm a figyelmet. Burger Lajos nevében is elköszönök önöktől, Neumann Gábort hallották. Egyébként.